Úgyhogy szeretném magam mellé szólítani szintén azt a férfit, aki már pár évtizeddel talán korábban, de szintén elengedhetetlen eleme volt annak, hogy itt lehessünk, ugyanis nélküle Szani meg sem született volna. Csaba, kérlek, fáradj ide mellém. Nagy tapsot kérek szépen az örömapának is. Hivatalosan is mindenki előtt szeretném elkérni a gyönyörű szép lányodnak a kezét. Ja. Csaba, vélemény? Igen. Átment a teszten többszörösen? Akkor egy nagy puszit, tapsot! Kösz, Csabi. Kedves vendégek! Fogadjátok hatalmas tapssal és nagy szeretettel a gyönyörű menyasszony Szani! És hát akkor, ahogyan már mondtam nektek, az első pillantásnak lehetünk most szemtanúi, úgyhogy kérlek Csaba, vezesd oda Szanit Zolinak és add át őt neki. És egy hatalmas tapsot kérek szépen! Zoli, azért engedd meg, hogy megkérdezzem, hogy maradhat? Természetesen. Akkor ennek is kérnek szépen még egy nagy tapsot. És hát ha már megérkezett a vőlegényünk, megérkezett a menyasszonyunk, jelenti-e ön Demeter Szandra, hogy az itt jelenlévő Szedlár Zoltánnal házasságot köt? Igen. Ki jelenti-e ön Szedlár Zoltán, hogy az itt jelenlévő Demeter Szandrával házasságot köt? Igen. Megállapítom, hogy Szedlár Szandra és Szedlár Zoltán Magyarország polgári törvénykönyvének 4. könyvének családtörvény alapján házastársak. Gratulálunk. Kérünk egy csókot és egy hatalmas nagy tapsot. Megkérjük, hogy óvatosan emeljétek fel, és mutassátok meg a kedves vendégeknek, és kérünk egy hatalmas nagy tapsot arra is, hogy a távolabbiak is élvezzék, láthassák, hogy milyen szépet alkottatok. We'll be right back.
Jó, akkor egészségetekre. Vigyázz kincsem, most már nem húszod meg. Hát, most már. Már nem tagadhatsz le. Nincs is annál szebb dolog a világon, mint hogy egy szülő megélhesse gyermeke boldogságát. Sajnos azonban vannak olyanok, akik nem osztozhatnak már gyermekük boldogságán. Említést kell ugyanis tennünk ennek a remek srácnak, Zolinak. Az édesapjáról, Zoltánról, aki sajnos már nem lehet velünk, ahogy testvére István sem. És bár ez a mondat így nem teljesen igaz, ugyanis akiknek emlékét szívünkben őrizzük, sosem hagynak el minket. Zoltán úgy érezte, már nem lesz velünk ezen a napon, ezt mondogatta már Zolinak korábban is, azonban ennek ellenére szeretném, hogyha erre most mindannyian rácáfolnánk. Ha körülnéztek, itt állunk ebben a festői szép zöld és fehér környezetben, valamint a dekorációban az étteremben is visszaköszön majd ez a szín. Pontosan ez a szín az, amilyen színű Zoltán szíve volt, ugyanis Budapesten van egy város, úgy hívják, hogy Ferencváros, ezt vallotta. Biztos vagyok benne, hogy Zoltán és István odafentről együtt vigyáznak már rátok, Szandra és Zoli. És ezt a pillanatot látva, bár a mezet színe kék és piros, biztos vagyok benne, hogy ők is kocintanak egyet az egészségetekre. Kedves vendégek, ezen pillanatok szomorúsággal töltötték el szívünk, de kérlek benneteket, hogy ez ne szegje kedveteket. Emeljétek poharaitokat, és éltessük a frizzházasokat és tapsunkat, hangunkat, ezek a lufik vigyék el az égbe, Zoltán és István közös örömére, hogy büszkeséggel tudjanak gondolni Szandrára és Zolira, hogy mennyien szeretik őket. Hölgyek, urak, kedves vendégek, Szandra, Zoli, és miközben a lufik szállnak, halljuk az éjjelzést. Éljen az ifjú pár! Hát nem könnyű ilyen szavak után és ilyen mondatok után megszólalni. Őszinte részvétem. De itt van velünk a szívetekben veletekért. Szintén háromra, jó? Srácok, hogyha valaki nem szeretné, hogy a párja elkapja, szintén egy tízesért nagyon szívesen megbeszélhetjük. 2, 3! Egy hatalmas tapsot kérek szépen a hölgynek. Yeah.
Először is nincsenek barátaim. Na nézzük, a győztes asztal, nem mások ők, mint az agymenők, a hatos asztal. Oh,
és Zoli!